Hello, szevasztok, folytatjuk a Far Cry 4-et hosszú idő után. Hosszú idő, csak nekem volt hosszú idő, mert kereken egy teljes hét, azaz hét nap telt el a legutóbbi felvétel óta. Ti ebből valószínűleg nem sokat fogtok érzékelni, csak hogy... csak azért mondom, hogy értsétek, hogy az elején lehet, hogy kicsit bénázni fogok, mert kicsit kijöttem a gyakorlatból, mert az elmúlt egy hétben nem csak FPS, de kb. Nem nagyon játszottam semmivel. Kicsit összetornyosultak a különböző programok, aztán nem nagyon volt időm. Mai rész, ez a lényeg, hogy mi lesz a mai részben. Mi lesz, majd kiderül, de az a terv, ugye ott tartunk, előző részben megcsináltuk a Shangri-La küldetéseket, azt a nagy köcsög madarat is elintéztük. A mai részben folytatjuk a fősztorit, de nem fogom megcsinálni az összeset. Az utolsó, ha esetleg eljutunk az utolsóig, akkor azt nem fogom még megcsinálni, mert előtte lesz még egy dolog, amit még be kell pótolni. Egyrészt ugye itt ezeket a mellékküldetéseket is. Még egy-két darab vissza van. Illetve ez az egy képesség, arénáznunk kell majd. Gondoltam arra, lehet, hogy videón kívül kéne azt megnézem, de lehet majd megnézzük videóban, mert az is a játék része, ugyanúgy, mint a többi, és ha minden mást megmutattam a játékban, akkor azt miért ne, ugye? Igen, egyszer már voltunk arénában, ugye a fősztori része volt, ugye Noornak kellett ott küzdenünk. Na de, ne húzzam tovább az időt, ott a következő fősztori küldetés, aranyosfény küldetés, és azt fogom csinálni, hogy oda gyors utazunk. Szerintem meg is van minden fegyverünk. Lőszer is megvan. Páncél is megvan. Gyógyszerek is megvannak. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Menjünk egy kicsit akkor. Várjál már! Pisztoly! Pisztoly van beállítva... Na, látod, erre már nem is emlékeztem, hogy a pisztoly van nekem. Igen, ez ilyen Desert Eagle. De legalább van itt több autó. Igen, közelre... Szokás szerint közelre a desert nagyon-nagyon jó. Hát remélem nem fogom megbánni, hogy most nem viszem magammal a gránátvetőt. De most egyelőre úgy döntöttem, hogy nem viszünk gránátvetőt. Hogyha a küldetés során ezt a döntésemet meg fogom bánni, akkor vissza fogom rakni a gránátvetőt a készletbe, inventoriba. Akkor ismét magunkkal visszük. De úgy vagyok vele, ugye nálunk van az MG42, mármint annak ugye a felturbózott változata, ugye a golyószóró, és hát az azért legtöbb esetben elég jól helyettesíteni tudja a gránátvetőt is. Jaj! Kicsit közel volt az a kereskedő emberke. A játék ezen szakaszában már nem emlékszem, hogy milyen sztori, tehát a fősztori küldetéseknél milyen feladatok vannak.
De nyilván majd ugye Pagan erődjét is el kell majd foglalnunk, de szerintem az majd vagy az utolsó, vagy az utolsó előtti küldetés része lesz, hogyha így most tippelnem kéne. Segíts a lázadóknak. Tessék. Jó segítettem? Igen, jó segítettem. Mi vagytam? Igen, a desertel csak így lehet pontosan lőni. Na nézzük, hogy mi fog most történni. Nem. Azt hisz... Jó. Sztori! Hey, Badra. Hi. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien. Und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Tradition pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendo unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Na igen. Itt a játék egyik legnagyobb kérdése, és szerintem az egyik legnagyobb hülyesége. Most hallottuk, hogy mi a nagybüdös helyzet. Ugye Sabal ragaszkodik a hagyományokhoz, hogy Badra, az a kislány legyen a Tarun Matara, az itteni mi, uralkodónő, mondhatni? Királynő. Igen, csak hogy ugye az a... A hagyomány azt is kimondja, hogy ugye, hát, hogy házasodnia kell, és amit pont ezt akarná eltörölni, csak hogy az a baj, hogy a Sabal és Amita két szélsőséges végletben gondolkodik. Az a baj, hogy nincs annyi eszük, hogy közösen átgondolják, hogy a hagyomány mely részét kéne megőrizni, és mi az, amit ki kell dobni. Az egyik azt mondja, hogy minden hagyományhoz ragaszkodni kell úgy, ahogy vannak, a másik azt, hogy dobjunk ki mindent. Tehát egyik sem jó. Ha lenne minimális eszük, akkor összeülnének, és megbeszéljük, akkor mi lenne a legjobb. Ami mindenkinek a legjobb, ugye. De ennyi eszük sajnos nincs. A másik dolog, amiért egy picit haraszom AJ-re, neki is lehetne egy picit több esze. Miért? Most beszél Badrával. Annyit kellett volna csak megkérdeznie a kislánytól. Bár jó, megkérdezte, hogy mit akarsz. Igen, igen, igen. Oké. Ez tök jó. De konkrétan rá kellett volna kérdeznie. Én rákérdeztem volna nála, hogy Badra, akarsz te egyáltalán Tarun Matara lenni?
Tehát, hogy őszintén érdekel téged ez a dolog? Mert fel akarja szabadítani Kiratot. Oké, az rendben, annak több módja van. Ahhoz nem kell Tarumatarának lenni, hogy felszabadítassuk Kiratot. Tehát itt az lenne a legfontosabb információ, hogy Bádra mit akar valójában. Mert nekem van egy olyan apró, ő ezt nem mondta ki, de nekem van egy olyan megérzésem, hogy Bádrának nem hiányzik ez a Tarumatara dolog. Ő ugye azt akarja, hogy Kirat szabad legyen, igen, persze, de mindenki ezt akarja. De én nem látom Bádrában azt a nagy elhivatottságot, hogy igen, én most annyira Tarumatara akarok lenni, igen, én mindent megteszek a népemért. Ő nem ilyen kislány szerintem. Szerintem neki ez nem hiányzik. Na most, még egy nagyon fontos dolog, amikor sok évvel ezelőtt végigvittem a játékot, akkor Sabbat választottam. Miért? Egész egyszerűen azért, mert én is úgy gondolom, hogy egy népnek igenis meg kell őrizni a hagyományait. Nagy részben a hagyományok miatt lesz egy nép az, ami, de amint mondtam, az Amitának is itt igaza van. Mert vannak olyan hagyományok iratnak, ami nagy hülyeség. És ami tényleg el kéne törölni, hogy például ugye, hogy kislánynak ne kelljen már házasodnia, ugye? Tehát az, na, Amitának ebben igaza van, és azért mondtam, hogy egyszerűen szelektálni kellene a kirati hagyományok között. Közösen el kéne dönteni, a vezetőknek, meg a népnek is meg kell beszélni az emberkékkel, hogy figyelj, akkor melyik hagyományokat tartsuk meg, nem muszáj mindet, ugye? Tehát... Na, és most Amitát fogom választani, ugye azért, mert sok évvel ezelőtt Sabbat választottam. Egyébként én is úgy gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon fontosak a hagyományok, de van olyan hagyomány, ami viszont amit tényleg ki kéne dobni, amit el kéne hagyni. Az, hogy fontosak a hagyományok, nem jelenti azt, hogy minden hagyományhoz foggal körömmel ragaszkodni kell, mert az ostobaság. Nem kell. Főleg, hogyha ilyen hülyeségek vannak köztük, mint például egy gyerek házasodjon meg. Nem. Jó, tehát... Na, lényeg, hogy most Amitát fogom választani, de ezt ugyan korábban már letisztáztuk, csak szerettem volna még egyszer elmagyarázni, hogy itt most milyen nagy büdös helyzet van. De szerintem úgyis mindkettőt meg fogjuk hallgatni, mint eddig. Igen, hallgassuk meg Amita javaslatát. Na, hallgassuk meg Amita javaslatát. Badra sagte mir, dass du Yalendu zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tarumatara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich, ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Kultúrák háborúja. A hatalom egyensúlya küldetés. Amita el akarja pusztítani a Yalendu templomot és megszerezni az értékes műtárgyait, hogy a lázadás tőkéjéül szolgáljon. Ez biztosítja, hogy Amita lesz az aranyösvény vezetője, amikor Kirat felszabadul. Ennek a küldetésnek az elfogadása elutasítja Sabalét. Biztosan elfogadod? Nem, még nem. Meghallgatjuk a Sabal, mit akar. Na, ezt mondtam például, hogy szélsőségekben gondolkodik mind a kettő. És legalább AJ-nek lehetne annyi esze, hogy azt mondja, hogy figyú, ezt lehet értelmesebben is csinálni. Például
Egy templomot miért kéne lerombolni ahhoz, hogy elszakadjunk a rossz hagyományoktól? Erről beszéltem, ugye? Tehát ki lehet dobni hagyományt úgy is, hogy nem csinálunk hatalmas hülyeséget. Egy templomot miért kéne porig rombolni ahhoz, hogy megszüntessük egy hagyományt? Ez egy hülyeség. Amitá itt most egy hatalmas hülyeséget akar csinálni. Tehát ugye őt fogom választani, mert itt dől el, hogy ki lesz majd a aranyösvény vezetője. Ugye, ahogy mondtam, csak azért, hogy látni akarom ezt a végletet is, mert régen ugye Szabát választottam. De hallgassuk meg Szabály javaslatát először. Szabály. Es heißt, Amita wolle nach Yalendu vorrücken. Die ignorante Schlampe! Es ist schlimm genug, dass Pagan hier alles zerstören will. Jetzt will sie ihm die Arbeit abnehmen? Ich bin fertig mit ihr. Weißt du eigentlich, was Yalendu für Kyrat bedeutet? Was es für Mohan bedeutete? Er ist stolz auf dich, weißt du? Wir erobern den Tempel. Wir reinigen Badra. Wir vereinen das Volk unter dem Glanz von Kyra. Elhatározás. A hatalom egyensúlya küldetés. Szabál meg akarja védeni a Yalendu templomot, és megkoronázni Bádrát, mint a Tarun Matara. Ez biztosítja, hogy Szabál lesz az aranyösvény vezetője, amikor Kirat felszabadul. Ennek a küldetésnek az elfogadása elutasítja Amitáit. Biztosan elfogadod? Nem. És itt jön képbe az, amit szintén az előbb mondtam. Szabálnak is igaza van, és nem is. Abban maximálisan igaza van, és egyetértek vele abban, hallottam egy köcsögsast, abban maximálisan igaza van Szabának, hogy Amita őrültségre készül. Egy templomot nem kell lerombolni, ez őrültség, ez hülyeség, felesleges, és igen, ez ebben egyetértek Szabállal. Viszont Szabál ott viszi túlzásba, hogy ő meg ragaszkodik a Tarun Matarához. Nem, Bádrát ebből ki kéne hagyni. Úgy, ahogy van. És ezt mondtam, hogy a kettőt egyszerűen simán össze lehetne gyúrni, össze lehetne mixelni ezt a két végletet úgy, hogy kapjunk egy normális, optimális emberi megoldást. Mert ez a két szélsőség. És egyik sem jó. Tehát közben itt meg lement a nap. Na, de elfogadom már Mitáit, amit mondtam. Kíváncsi vagyok, hogy itt hogyan fog tovább menni, mert most nem nagyon szeretnék spoilerezni. Csak annyit mondok, hogy Szabánál, hogyha itt az ember Szabát választja, akkor Szabának, mint vezetőnek, az aranyosvény vezetőjének lesz később egy olyan kérése, ami hát elmebeteg, mondjuk úgy. Az én szememben. Megint csak olyan, hogy totál elmegy az esze. És kíváncsi vagyok, hogy Amita, mint az aranyosvény vezetője, ő is vajon azt fogja kérni, csak ez a madár. Na, szóval én most az Amita vonalra vagyok most kíváncsi, mert a Szabálét már láttam néhány évvel ezelőtt. Ja. Nyilván Szabál nagyon mérges lesz emiatt, de hogyha őt választom, akkor meg Amita lenne nagyon-nagyon mérges, de mindegy. Viszont, mivel most rombolni fogunk, én a Desert Eagle-t most lecserélném, jó? Én magammal viszem a gránátvetőt, a jó öreg gránátvetőt,
Jó, a többi az úgy, já, többi rendben van. Stets ein guter Kunde. Nem, nincs rendben, bocsánat, hülyeséget beszélek. Így, né, most vagyunk rendben. Meglátjuk, mi lesz. Mindjárt! Jó. Azt hittem, nem lehet kikapcsolni a rádiót egy pillanatra. Danke, Amita. Aha. Nem akartam elgázolni egyiket sem, hát útban voltak. Na, hát most... Na. Aha, először menjek... Várjál már. Így egy picit könnyebb lesz. AJ, wir sind bereit die Basis anzugreifen. Aha. Du kannst entweder mit uns kommen, oder du suchst dir deinen eigenen Weg und wir greifen an, sobald die Schießerei losgeht. Jövök, jó? Veletek jövök. Szerintem fel vagyok készülve. Ez a csúzli, ez... kisebb biztonságérzetet ad. A jóreg MG42. De a gránátvető sem vetem meg egyébként. Lépj be a tárolóba. Ciao. Jelendu templom. Na. Ez szomorú dolog, ami itt történik. Erősítés! Így van, tartsátok a pozíciót! Itt egy mörzer! Ciao! Elfogyott a páncélom. Svéd MG, az nem jó! Az nem túl jó. Szerbusz! Vagy mondtad? Ciao! Nem, nincs kedvem meghalni, köszike! Ezt meghagyom a piros ruhásoknak. Na, hol vannak? Mi ez? Á, megjött a helikopáter, meg az erősítés. Kívánok! Ne dobálózzál itt, hülye gyerek! Na! Viselkedjé! Háj! Menjünk tovább fölfelé? Oké. Hát itt nem. Hát... Micsoda? Das ist los! Ciao!
Annyi a lényeg, hogy öljek meg mindenkit? Nem tudok följebb menni szerintem. Látod? Itt nem tudunk felmászni. Jó, és most? A többi lent van, ugye? Na. Wir warten am Dock auf dich. Okay. Mi volt nálad? Jelvény, okay. Hát ezt már hiába iktatom ki. Meg vagyunk. Nálad mi volt, haver? Rogós kés. Na. Páncél valahol? Pillanat. Rögtön megyek, csak... Dankeschön! Jól láttam! Van itt egy lőszaros láda. Ó, jó kis csúzli. Páncélt nem látok sehol, de... Most már talán nem is kell. Zó! De várjál már. Mi van itt? Okay. Cool. Basszus. Akkor jó. Az előbb voltam jó helyen. Tehát ott benn középen kell... itt voltunk jó helyen. Ó, itt is van lőszarláda. Aha. Erre kellett volna jönnöm az előbb, mondjad! Ja? Oha! Van itt némi adomány. Némi zseppénz. Az előbb erre kellett volna jönnöm. Na mindegy. Hát az előbb hol voltatok? Za. Ja. Tak. Telepítsom a C4-eket. Igenis. Ezt még mindig túlzásnak tartom, de hát... ezt vállaltam el, nem igaz? Mit nevetgélsz, hm? Kineveted a haverodat, hogy ő meghalt? Ennyi, nem szép dolog. Kinevette, hogy a bajtársa meghalt. Ha! Hm? Aha! Aha! Csak!
Csak kettőt? Jó. Tessék! Hey T, ich hoffe du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Whee! Mach's fett! So! Mi az? Du gehörst mir! Vagy mutat! Schön! Was zum... Nem hittem volna, hogy ez összejön! Ez Mörzer, ez gond. Igen? Wow. Schön. Mellé? Ajajajajaj! Ránk zuhant a helikopáter. Jaj! Mennyi esély volt erre, nem igaz? Oké. Okay. Mennyi esély volt erre? Jó, tehát nem szabad túl közel legránátozni a helikopátert. Vagy mondtad? Na jó. Az? Ciao. Ciao. Most jön mindjárt a helikopáter, ugye? Akkor megpróbálom az MG-vel leszedni. Még biztos távolból. Gránátvetővel nem olyan... egyszerű... amit... nyilván a vége előtt buktam el. Igen. Erledigt, Amita. Danke, AJ. Zabal hat keine Kontrolle mehr. Und Badra ist sicher vor seinem kranken Tarun Matara Scheiß. Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyra. Ist das gerade wirklich passiert? So. Nyilván a legvégén buktam el. Hát ez ilyen szokott lenni. Oké, új Yogi és Reggie küldetés. Ez mondjuk lehet, hogy nem lenne rossz. Ugye abból egy van még vissza. Uh-huh. Jó, azt megcsináljuk, oké? Gyors utazás. Mert akkor feltöltöm a páncélunkat. Meg a lőszart. Ti-ti-ti... Így... Így...né! Azt lehet, hogy... küldetés során ezeket el fogjuk veszíteni, nem tudom.
Hogy állunk ezekkel a növényekkel? Nagyon-nagyon jól, van tartalék bőven, oké. Na nézzük, hogy mit akar ez a két drogos csávó. Nyilván megint le fognak drogozni, gondolom. Na! Hätte klappen müssen. Ja, das hat's aber nicht! Naja, vielleicht hättest du tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Oh. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon. Nur ein kleiner Rückschlag. Fick dich, du Troll! Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper? Kannst du es mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Oh. Wieso ging er sich ein Intuitiv und weitergehen? Remek! Most meg seggbe szúrtak! Repülj vagy hajj meg! Vas? Itt megint vannak halacskák! Jaj, de jó! Nincs fegyverem! Remek! Aha! Igen, fegyvertelen vagyok ismét. Csodás! Emeljük, hogy bedagoztak, még jóságbe is szúrtak azzal a tűvel. Helye? Milyen zene van? De bassz! Jussak föl! Hallo! Így van! Oh, scheiße! Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? A hiányzó dolgok hiányoznak, keresd meg őket! A hiányzó dolgok hiányoznak, igen, a hiányzó dolgok általában hiányozni szoktak, ez ilyen szokott lenni. Ez mi? Ó! Oh! Halló! Így van! Nicht schon wieder! Soti! Oké! Itt is fix felszerelésed, jó. Halló! Ki vagyok és hova tartok az életben? Hát, barátom! Nagyon durva cuccot adhattak AJ seggébe. Nagyon durva lehet ez a cucc. Ez susom. Hogy mi? És...
Wie? Was? 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 Okay. Jó, ezt Pagán Mini értem. Na, vaj, a klár. De jól látom, hogy 10 darab gyógyszerem van. Nem 8 darab volt a maximum? Ha, lehet, hogy ennek küldetésnél megemelték 2-vel a kapacitást. Mondjuk az nem rossz. Vász? Hé? Angolban úgy szokták hívni az ilyen eseményeket játékokban, hogy mindfuck. Ez a küldetés, illetve összes Jogi és Rezsi küldetés tényleg egy mindfuck. Ott hagytam egy ládát, nem baj. Szerintem így is van elég pénzünk. Mennyi? 2,5 millió? Vagy 2 millió? Valahogy így. Szerintem elegendő lesz a játék végéig. Akár szinte mindent, azt hiszem már mindent felfedeztünk a játék téren. Ugye volt kettő, ha jól emlékszem, 2 darab bagos helyszín, ugye, amiket nem lehetett felfedezni sajnos. De szerencsére az nem számít bele a végső statisztikába, tehát hogy a kérdőjeleket felfedezed-e. Azt hiszem, az nem számít bele. Da ist der Mann der Stunde! AJ, du bist ein echter Pionier. Ja, das beste Versuchskaninchen, das wir je hatten. Und sicher das langlebigste. Oh, um Längen. Und in Anerkennung deiner enormen Verdienste haben wir eine ganz besondere Belohnung für dich. Komm mit. Für deine herausragende Tapferkeit angesichts unberechenbarer hobbypharmazeutischer Interaktionen sowie zahlreicher umwelt- und tierbedingter Gefahren für Leib und Leben verleihen wir dir hiermit die goldene Pfeife von Kyrat. Ist nicht wirklich aus Gold, sorry. Das ist die größte Ehre, die wir dir erweisen können. Danke oder so. Er ist total überwältigt. Ja, natürlich ist er das. Ist eine prima Pfeife. Es war uns eine Freude, mit dir zu experimentieren. Okay, genug geredet. Zurück zu den wichtigen Dingen. Den wirklich wichtigen Dingen. Sollen wir? Ja. Viel Spaß. Jó. A sok tűzúrás és kísérletezésért kaptam egy pipát. Kaptam egy szart. Ó, volt itt egy páncél. És egy reakciója megint nagyon-nagyon jó volt. Kösz, azt hiszem, ilyesmi. Nagyon-nagyon jó. Oké. Jogi és Rezsi küldetés sikeres. Na nézzétek csak, mi van ottan. 2 mellékküldetés, ezt rögtön megcsináljuk, egy pillanat türelmet. Zó! Hát a láták azt szerintem... Szerintem azokat nem szedjük össze. Mármint ezeket a zsákmányládákat.
Azokat tényleg nincs értelme, nem számítanak bele a statisztikába, és szerintem van így is elegendő mennyiségű pénzünk. Megcsináljuk azt a kettő aktivitást, mellékküldetést. Na most, na várjál, én most visszakaptam a cuccomat, vagy... Visszakaptam, ugye? Igen. Elvileg igen. Elvileg visszakaptam. Ha minden igaz. Na nem. Napközben csináljuk meg. Nem éjszaka, napközben, hogy kicsit többet láss. Jó, most ment le a nap. Jó, nem baj. Reggel hétre felhúzzuk a csipogót. Zó, na most mehetünk. Hát most már csak 8 darab gyógyszerem van. Az előző küldetésnél ott 10-et kaptam. Oké. Nagyszerű. Küldetés. Mindegy. Azt szerintem hópárducokra kell majd vadászunk. Nekem van egy olyan... megérzésem, tippem, hogy ott hópárducokra kell majd vadászunk. Állj meg le... Állj! Hát akkor ne állj meg, hát... Lelőni azért nem akartam. Az igaz, hogy bitan könnyű lett volna őt MG42-vel, de... Ó, itt van még egy kereskedő, onnan nézze. Nem baj, találtam másik autót. Nekem ez is jó. Ez is verrückt. Ich verschwinde. Dies ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfads in Reichweite. Bitte melden! Igen, tudom, hogy felesleges, de... Ciao. 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 Genau da uns. Das kann nicht wahr Jézus Máriám! Ja. Ember. Ez azért kemény ütközet volt. Nem tudom, hogy mit bombáznak. De... azt tudom... hogy én most megint vásárolhatok itt... ilyet... és ilyet. Így. Tudom, nem volt kötelező. De itt volt egy köpésre. Na! Nem! Ezt akartam, igen. Kifosztani a csávót.
Én nem tudom, hogy mit bombáznak ennyire. Így. Pár dolgot kilútolunk, hogy visszajöjjön a páncél és a lőszer ára, amit ezekre el kellett pocsékolni. Klórtabletta. Hú, az itt biztos nagyon hasznos. Jó, az autót úgy látom, hogy rezetelte a játék. Na. Tehát... itt van egy ösvény jobbra. Aha. Egy. Na. Mi van itten? Mein Großvater stirbt und möchte noch ein letztes Mal kuratische Austern kosten. Aber Jacks sind schnell und wir hatten seit Wochen keine Proteine. Ah. Oh Mann, ich hab's versaut. Mein Großvater stirbt und möchte noch ein letztes Mal kuratische Austern kosten. Ich helfe. Ich kann niemandem seinen letzten Wunsch abschlagen. Oh, wirklich? Großvater wäre so glücklich, noch ein letztes Mal in diese süßen, saftigen Jackhoden beißen zu können. Kyratische Austern. Okay. Also, wie jagt man diese Riesenviecher am besten? Mit Pfeil und Bogen, keine Frage. Wir könnten dir einen Bogen geben. Ist in dem Schuppen da hinten. Und wo finde ich diese Jackeier? Ich markiere die Stelle auf der Karte. Aber bring uns das ganze Jack, nicht nur die Hoden. Rendkívül incsiklandóan hangzik. Nagyon-nagyon incsiklandóan hangzik. Miért nem lőhetem le ezzel a szép mesterlövész puskával? Mi befogadunk, hogy a... Aha. Jó. Hogy az előre kihelyezett íj nem az erősebb íj lesz, hanem a gyengébb. Úgyhogy azt elfelejtettem, hogy ezeket a feladatokat mindig íjjal kell megcsinálni. Akkor hoztam volna magammal az erősebbet. Na já, most már mindegy. Melyik fegyvert cseréljük le? Ezt nem. Mondtam, ez a gyenge... Aj, de jó. Igen, ez a gyengébb íj. Annyira megéreztem, de annyira megéreztem. Igen, ez gyengébb. Jó, hát most nem megyek vissza a bázisra megvenni az erősebbet, most akkor be kell érjük ezt, megpróbálom ezzel megcsinálni. Mondjuk erre gondolhattam volna előbb is, ez is igaz, úgyhogy... Ó, itt van egy barlang, oké. Ah, yeah. Egy van, kettő is van. Aha. Vált. Pont háttal áll az... Fejbe akarom gyűrni őket. Ó, most fordul meg, figyeld el. Még a jak is trollkodik. Scheiße.
1. Atom, ocelad. Hoppa, fejlövés! Hát, bocs, haver. Azt hiszem, a másikat hallok. Bocs, haver. Nice. Jó nagy dög. Oké. Okay. A túloldalon. Átmegyünk a túloldalra, ezen a szép kis hídon. Az az. Jó, azt hittem, hogy nehezebb lesz ezeket legyűrni ezzel a gyenge íjjal, alapíjjal mondjuk úgy. Ez a gyengébb ugye, ez a fapados íj. Ez fejlövés volt, barátom. Ne menj el, légy szíves! De ne menj már el, na, hogy. Volt még, ott van, oké. Okay. Aha, a ketten vannak. Akkor ezt úgy kell csináljuk, hogy csak az egyiket kéne hullolni. Álljál csak. Hát... Ja, a kérdés az, hogy most eltaláltam-e? És ha igen, akkor most melyik? Ugye? Most melyik az, amelyiket meglőttem? A kettő közül. Mert én nem tudom. Vagyunk. Aha! És most jöttek meg a párducok. Jó! Most hirtelen a semmiből megjelentek a párducok. Aha! Látod, látod, amint vége lett a küldetésnek, azonnal megjelentek a párducok. Azonnal. Ásőn. Mini raktár itt, érdekes. Egy HP csíkot azért lezabált az egyik párduc. Nem számítottam rá, hogy ott lesz a seggemben. Rá már számítottam, látod? Azaz. Mondom, az MG42-vel fényévekkel könnyebb az összes küldetés, ahol lehet használni, ahol megengedett. 2,7 millió. Menjünk oda vissza. Tak.
Megcsináljuk a következőt. Igen, látom, hogy van... Haver, szükségem lenne egy-két dologra. Először is eladom itt a cuccokat, és kérem vissza a fegyverem. Nem ezt cseréltem le. Melyiket cseréltem le? Az aprítót, ugye? Azt hiszem az aprító volt az, de nem biztos... Nem az aprító volt. Vagy az aprító volt? A tököm se tudja már. De, az. Az? Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Én is. Jó, itt voltunk az előbb is, csak most a másik NPC-nek a problémáját próbáljuk megoldani. Másik emberkével fogunk beszélni. Tudom, az egyik életerő csíkomat nem töltöttem föl, nem baj. Még ráért. Na, te mit szeretnél? Szabad is meg a makákókat a szenvedéseik, töröld meg mindegyiküket a területen. Jó, juss el vada helyszín, szerelkezz fel. Ott is fix fegyvert kell használni, ugye? Ich war vielleicht ein Weilchen im Gefängnis und hab ziemliches Chaos angerichtet, als ich ausgebrochen bin. Was für ein Chaos? Affen, Alter! Ich hab ihnen Minen umgeschnallt, um die Mauer zu sprengen, aber sie sind aus ihren Käfigen entkommen und laufen jetzt überall rum. Was? Wenn du sie von ihrem Elend erlösen könntest. Was haben bloß alle mit explodierenden Affen? Gut, sag mir, wo ich hin muss. Hát ez csodálatos lesz. Akkor messziről kell elintézni a majmokat, minél messzebbről, mert aknák vannak rajtuk. Gyönyörű. De oda tudunk menni autóval, mert pont az úton van. Várja. Bocs! Én gyorsabb voltam, bepofátlankodtam elé. De... Huha! Huha! Na várjá! Nincs kihelyezve fegyver. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy milyen fegyverrel intézem el őket. Na, végre egy nyelvet beszélünk. Erről van szó. Nagyon jól tettem, hogy bevásároltam MG42-es lőszarból. Tudod mit? Egyszerűsítsünk a dolgunkon. Ciao. 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 Hát, ott vannak a... Aha. Tudom, itt végeztünk, tudom, látom, hogy végeztünk, de ezt itt fel akarom venni. Így. Szóval. Rángszóró üzemanyag. Na látod. Oda és sprintelés közben újra töltöm az MG42-t. Így, erre van a következő terület. És már innen látom. Bum! Ez
Au! Ja, a fal mögött vannak. Várjál. Na nem. Ne rosszalkodj. Halló? Van még egy. Oj. Oké, kész vagyunk. Az egyik legjobb küldetésfajta. Amikor ki kell pucolni a állatkolóniákat, mert ugye egy teljesen szabad kezed kapsz, olyan fegyvert használsz, amit te akarsz. És ha megvan az MG42, akkor nincs ellenfél. Na! Hárman nem bírnak el egy... Ne csináljátok már, hogy ennyien nem bírtak el egyetlen... ellenféllel. Vagy mi van itt még? És mire lövöldöznek? Arra az egy madárra? Ott? Arra az egy madárra? Na! Leopárd? Itt most mi történt? Szerintem a hölgy egy picikét túlzásba esett. Mi van? Mondja! Hello, neked is. Na mondja a szépségem, mit szépen? Ó, de szép szemeid vannak. Kösz! Szívesen! Ja. Mondjad! Nem igazából. Ja. Azt mondja, kérdezte a csaj tőlem, hogy hiányoztam neked? Hát nem is ismerlek. Azt sem tudom, hogy ki vagy. Na. Megnézzük, hogy ez most egy teljesen új felvétel session. Leellenőrizzük, hogy most talán fel tudjuk azt ott fedezni. Mert korábban az ugye azt hiszem az volt az egyik bugos helyszín, ami sehogy nem sikerült felfedezni. Gondoltam, megpróbálhatnánk még egyszer. Hallottam egy pár duct itt valahol. Itt van valahol egy. Na? Nem akar támadni. Jóban, helyes. Látod, biztos tudja a rendet. Na! Nézzük meg, hogy fel tudjuk-e fedezni. Nem. Továbbra sem. Oké, tehát akkor ezek fixen bugos helyszínek. Oké. Most már ezt is tudjuk. Mi van ittem? De jó, hogy most akartam nála vásárolni. Egy civil ágáz volt. Remek. Mondom. Még a gránátvetőnél is jobb. Ennyi. Nem kell felrobbantani a járműveket. Na! Új nincs, ugye? Újat is sem láttok. Látod, az is maximum van, és akkor ezekkel úgy állunk, hogy 88774. Egy divat 7 küldetés van vissza, illetve egy túszmentés, és egy kettő bomba hatástalanítás. Jó. Akkor. Megyünk a következő story misszió helyszínére, a legegyszerűbb, hogyha mondjuk innen megyünk. Így. Az.
Mindig nem értem, hogy miért könnyű géppuskának hívja egyébként az MG42-t, amikor az egy egyetem, egy LMG, az pont, hogy egy nagyon nagy géppuska, gépfegyver, vagy... Ja. Amita, ő ott van. Autóval megyünk oda. Érdekes hangok voltak itt az előbb. Rövidítsünk! Lehet itt rövidíteni? Lehet rövidíteni. Zo. Nagyon jó, hogy fényes nappal van, ez így jó, mert ugye az a napszak kihatással van az átvezetőre is egyébként. Na, nézzük, hogy ezúttal milyen. Alles gut, ich verspreche dir. Sabal ist fort, du bist sicher. Keine Tarun Matara mehr. Bring sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Pagan will Utkarsh mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkarsh von der Karte radieren. Bin dabei. Utkarsh? Merre van Kalesh? 1,3 Kilometer! AJ! Kösz! Wenn er den Pilgermönch angreift, habe ich keine Wahl. Ja. Oh. Jó. Gondolom ezért rakták ide ezt a gyrokoptert. Nagyszerű. Figyú. Igazából... Amíg a misszió... A misszió megengedi az MG42 használatát, addig nincs semmi probléma. Úgyhogy... mindjárt meglátjuk. Odaföl! Nem tudom, hogy a gyrokopter fel tud-e addig repülni. Eléggé korlátozott a magassága. Megpróbálok, de... Hát nem túl jók a tapasztalatok. Jó, egyelőre nem vinnyog. Jók vagyunk még. De vinnyogjál, léci. Jó, eddig jó, eddig jó. Eddig jó. Készítsetek elő a tölteteket! Ó! Oh. Öld meg az összes ellenséget a faluban! Na! Tudom, tudom, itt nem kell lopakodni. Tudom, hogy nem kell lopakodni. Hogyan? Hogyan, AJ? Hoppá.
Így. Szóval igen, tudom, hogy nem kell lopakodni, de... Az a fejének a búbia volt. Uha. Az nem jó. Hallo? 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 Das war das Letzte. Wo bleibt die Hilfe? Wir sind gleich bei deiner Position. AJ, wir werden von Soldaten verfolgt. AJ, beschütze die Pioniere, yeah? Die zu dir kommen. Sie zerstören die Geschütze. Utászok? Mi az, hogy utász? Életemben nem hallottam ilyen szót. Létezik ilyen szó? Tudatlan vagyok. Menjek ide fel... Mi az a játékszer ott fönn? Hát ez micsoda? Gránátvető vagy rakétavető? A gránátvető, ugye? Őket kell megvédeni. Igen, a gránátvető lesz. Ja, hogy túl tud hevülni, ez is! Ja! Hát ez jó tudni. Nem baj, legalább örök töltényünk van. Ezeket jó messziről... Ilyen, ugye gránátvetőnél mindig az a... Hát... Mondjuk úgy nehéz, hogy ugye... Bele kell kalkulálni egy ívet, a gránátnak az ívét. Mondtam már, hogy az MG42 mindenre jó? Jaj, de jó! Köcsögöm széken, kaptam egy páncélt. Igen? És most? Aha. Gyerünk, robbantsátok fel! Ciao! 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 Nem, nem! Senkit nem engedek a közelébe! Na, senki nem támadhatja meg őket, amíg le nem jár... Oké. Okay. Mint le nem járott az idő. Most előkészítették a robbanószereket. Ez az! Robbantsátok! Így-így! Rambónak érzem magam!
Ezt szeretem a legjobban ebben a játékban. Fogd az MG42-t és darálja, ahogy csak tudsz. Megérte megszerezni, annyira megérte megszerezni ezt a fegyvert. Imádom. Cak, cak. Was? Was? Fel akarja pofozni Amitát. Hát de ilyet... Hölgyeket nem illik bántani, nem szabad bántani. Gyerünk! Bum! Ez az! A halálvölgy állta! Az a lőszeres láda! Az! Das war's! Du bist in Sicherheit! Ohne uns hätten sie Utkarsh dem Erdboden gleich gemacht. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Most intén... Point of no return? Igen? Már most? Ilyen korán? Azt hiszem, hogy az utolsó küldetés előtt van. Na, mik vannak ezeknél a jó embereknél? Ez a küldetés, Ez nagyon jó volt, ezt most nagyon élveztem. Most láthattátok, hogy miért mondtam azt, hogy az MG42 képes helyettesíteni a gránátvetőt. Képes. Kicsit szét kell darálni a helikoptert, vagy bármely más járművet, és bum. Mondom, ez a fegyver az Isten ebben a játékban. Ennél jobb fegyver nincs. Várja, jó, oké, ez megvan. Nagyszerű. Jut. Akkor itt meg is vagyunk. Az lőszeres láda, az villog. Oké, itt is van némi lőszer, de igen, szerintem tele vagyunk, úgyhogy... Valahol vannak kutyák. Na. Kérdés az... Még mindig nem érhetőek el a maradék mellékküldetés. Ott van egy bomba hatástalanítás, azt meg kéne csináljuk. Mert ugye abból még kettő van. Csak bomba hatástalanítás. Csak. Úgy. Én. Eladunk pár holmit. Mesterlövészfegyó. Lehet, hogy ez kelleni is fog. Mert a bomba hatástalanításnál úgy emlékszem, hogy azokat szintén mesterlövészfegyverre csináltam. De nem éjszaka. Nem éjszaka állunk neki. Nem. Kell 7 órára felhúzzuk a csipogót. Pip 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 p
4 1 Hát imádom ezt a fegyvert. Oda kell eljussunk. Akkor... Aha, itt most nincsen kirakopter. Kell szerezünk egy járművet vala... Hát itt mit a... Nem kell feltétlen jármű! Tudod mit? Ezt úgyis... Úgyis régen utaztunk elefánton, nem igaz? Brüm brüm! Na mi van itten? Tevasz! Hát ezt még mindig nem lehet megunni. Aha! Na, hát itt történt egy olyan... Aha, beragadt a textúrában, nem baj. Brüm brüm! Ciao! Ciao! Ahem! Na. Mehetünk! Ah, wie schön! Ciao! Igen, egy elefánt, nagyon-nagyon jó a megállapítása. Ciao! Ah, ich liebe das. Ezt nem lehet megunni. Te tohony. És akkor a küldetés az ott arra van. Ojaj! AJ, wir haben nicht viel Zeit. Entschuldigung. Aha. Du mal kurz oder? Huh? Ez nem lesz olyan egyszerű. Itt ez fog... Ojaj! Ez nem lesz könnyű. Itt nagyon könnyen észre tudnak majd venni. Aha. Hát ez érdekes lesz. Anélkül, hogy észrevel, igen. Ezért lesz ez itt probléma. Jól van, na. Csak nyugodtan, és ésszel. Nem vehetnek észre. Ez a legfontosabb. Igen. Van fel egy mesterlövész. Igen. Oké. Csak nyugalom.
Emberek átlőni a fák ágai között, mert párszor emiatt már ráfáztunk korábban. Néha bele tud akadni a semmibe a... Ha? Várja, ne. Ach was! Fájhatott! Das schaffen wir! Ich bin am Maschinengewehr! Das ist unser Kampf! Nicht! Gebiet ist sicher! Ich gehe nach unten! Hogy mondtad? Észrevettek? És azt hogy? Ezt elbuktam, ugye? Elbuktam. Ha! Nem tudom, hogy mi alapján vettek észre. Ezt megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogy vettek észre. De én szerintem nagyon jól ment egyébként. Egyelőre nem tudom, hogy hol rontottam el. Közel öltem meg a... Nem tudom. Jó, most óvatosabban. Most több ésszel, jó? Nem hiszem el. De... Ez túl sok időveszteség.
Igen, hogyha a hitbox működne, az is segítene. Jó, hát ezt nem így terveztem, de... Most valamiért nem akar működni a lopakodás. Most nagyon-nagyon nem akart menni. Nem tudom, hogy miért, amúgy. De szerintem... Nem tudom, hogy hol hibáztam, tehát... Na mindegy, ez most ma nem megy, ennyi. Ma valamiért ez nem megy. A lopakodás, úgy értem. Nem baj, sikerült. Jó. Hű. Több izé sincs, ugye? Többi még mindig nem érhető el, pedig ugye lenne még egy küra divat hét vissza. Jó, hát figyú, hát akkor... menjünk a következő sztori küldetésre. Menjünk innen? Nem, onnan. Innen vagy onnan. Onnan. Kíváncsi leszek ezúttal milyen. Jó, szerintem megint rövidítünk egy picit. Jaj! Nem biztos, hogy jó ötlet volt, illetve nem a jó helyen rövidítettem. Ezek hogy kerülnek ide? Amúgy. Ezek hogy kerülnek ide? Én nem lehetne ellenfél, he? Jó, ez most engem meglepett, hogy itt ellenfél van közvetlenül a fősztorinál. Erről nagyon nem számítottam. Na nézzük! Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal schmaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu? Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. Mit mondtam néhány perccel ezelőtt?
hogy kíváncsi vagyok, hogy Amita ugyanarra fog-e kérni, mint Szabál, és igen. Hogyha, csak nem akartam ezt elspoilerezni, hogyha Szabál vonalát választja a játékos, akkor Szabál itt most arra kérte volna AJ-t, hogy ölje meg Amitát. De úgy emlékszem, hogy nem muszáj. Remélem, hogy jól emlékszem. Úgy emlékszem, hogy életben lehet hagyni. Elvis Amitán azt hiszem úgy volt. Hogy a játékos dönthette el, hogy akkor... Hogy mi legyen. Igen, nekünk oda kell menjünk. A játék lehetőséged ad rá, tehát hogyha jól emlékszem, akkor... Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst. Entscheidungen sind schwer. Glaub mir, ich weiß das. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie, Yuma, ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren, und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du? Oh, du. Hast die Chance genutzt. Arme Yuma, die wird mir fehlen. Es war eine schwere Entscheidung, dich ihr vorzuziehen. Aber es war richtig so. Du wirst sehen. Ja, ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin und Sachen zerstören. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss nicht, AJ. Entscheidungen haben Konsequenzen. Hey, es war Ligas, aber... Ez tény. Okay. AJ, du musst wissen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Sabal wird seinen Glauben nie aufgeben. Wenn er damit weiterleben darf, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder rebelliert. Wenn du ihn tötest, hilfst du den goldenen Pfad zu einen und zu verhindern, dass in dem Moment, in dem Pagan besiegt wird, ein zweiter Bürgerkrieg ausbricht. Es ist das Beste für Kyrat. Drück den Abzug, wenn die Zeit gekommen ist. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige tun wirst. Ezzel abszolút nem értek vele egyet. Szabánál sem értettem vele egyet. Ez egy teljesen fölösleges, értelmetlen lépés. Én értem, hogy ő attól fél, hogy új lázadást próbál majd szítani. De nem biztos. Lehet, hogy... Megjön az esze. Lehet, hogy ez a hágába sincs. Ez a kérdés szerintem extrém értékű túlzás, és nem fogom megölni. Csak azért, mert egy esetleges lázadástól fél. Ha Pagantan intéztük, akkor őt is el lehet, tehát, de arra már nincs semmi garancia, hogy tényleg fel fog lázadni, tehát... Én inkább azt mondom, hogy normális emberi módon ezt meg lehetne vele beszélni, figyú! Ez is ez van... Szívódj fel, vagy menj olyan helyre, ahol nem lát senki, vagy mit tudom én. Hogyha nem ragaszkodsz ezekhez a hagyományokhoz, eszmékhez, akkor szívesen látunk ilyesmi. Öld meg Szabát. Nem fogom megölni. Hogyha a játék engedi, akkor életben fogom hagyni. Akár tetszik Amitának, akár nem. Most már ő is úgy a aranyösvény vezére, mármint Amita. Ha nem tetszik neki, hát akkor... Ugye ez egy olyan dolog, hogyha ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy jöjjem, hogy meg kell őt ölni, és ennyire fél attól, hogy esetleg lázadást fog szítani, akkor intézze el
ő. Nem én akarom az ő piszkos dolgait így elintézni. Főleg úgy, hogy szerintem semmi értelme. Akkor majd Amita elintézi saját maga. Én nem fogom. Remélem, hogy jól emlékszem. Na nézzük. Semmi ellenállás. Hat sie dich geschickt? Kommst du freiwillig? Was glaubst du, was du tust? Du spuckst auf alles, was dein Vater erbaut hat. Herzlichen Glückwunsch. Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos. Wegen dir. Und was wirklich traurig ist, Bruder. Du übergibst das alles hier an Amita. An Amita. Glaubst du, sie kann Kühler treten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also wie wird es enden, Bruder? Nem fogom lelőni. Ist gut, Bruder. Bin weg. Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien. Jól emlékeztem. Itt a játékosnak van választási lehetősége. Itt csak annyit kell tenni, pontosabban semmit nem kell tenni, nem szabad lőni. Ennyi a. Mert hogyha életben akarod hagyni, akár Szabát, akár Amitát, egyszerűen csak nem szabad megnyomni a balegeret. Ennyi a lényeg. Itt lett volna egy manikerék, ezt már elhoztam. Oké. Ó, na nézd csak, hogy mi jelent ott meg. Na nézd, ott a köve... Azt is meg kéne próbálni megcsinálni. Hogy az meg arra van. Csak az a baj, hogy Shaker repülővel nem tudok oda... Bár arra megy egy út... Aha... Tudod mit? Ezt még megpróbáljuk megcsinálni. Még egy bomba hatástalanítás. Remélem, az jobban fog menni, mint az előző. Bár, igen,
valahogy nagyon nem akar menni a lopakodás, úgyhogy hát nem tudom. Júj! Das ist ein Hilferuf. Die Royal Navy dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte. Ja, kritisch. Te vagy a kritisch. A hülyeségeddel. Átmehetek én itt autóval? Igen. Áú. Jaj! Hello, lányok! Átengedtek? Jó. Én gyalog is tudok menni. Jó nagy fegyvered van, hallod-e? Hello, AJ. Hello! Várjál, de nem jó. De még messze van. Milyen Schaden? Miről beszélsz? Egy. Brüm-brüm. Jaj! Jaj! Na mi van? Lássatok, milyen rendes vagyok. Na? Egy párduc is. Kifizeted a javítás költségét, haver? Csak mert te maradtál életbe egy... Volt egy ingyenes javításuk. Egy rosszabbuk nem lehet. Na. Wir haben nicht viel Zeit. Ja. AJ, endlich bist du hier. Was sind das für Vorräte? Pagan Min hat die Medizin gefunden, die wir gestohlen haben. Und er hat sie mit Sprengfallen versehen. Als Falle für uns? Hey, es gibt Verwundete, die die Medizin brauchen. Ich kann nichts versprechen. Próbálkozik a játék. Próbálkozik. Miért? Nem megyek vissza. Majd ha végeztem ezzel a küldetéssel, ami remélem, hogy kicsit talán könnyebben fog menni, mint az előző, mármint hogy elsőre nem fogom elbukni. De ilyet már nem merek ígérni. Bár, hogyha ilyen magasra megyünk... Nem tudom, hogy mennyire lesz itt lehetőségem sniperezni. De szerintem elég jó lehetőségem lesz rá. Én úgy látom. Ott az egyik bomba. Nincs senki? Nincs senki. Állja csak.
csávó mit kapott. Júj, mit kapott az a csávó? Na, hol a többi? Aha. Ennyi? Nem, vannak még. Nem, a lényeg, hogy nincs időkorlát. Egyik megvan. Jó, még három. És akkor úgy... Aha, jó. Biztos, ami biztos. Tehát egy kutya, három ellenfél, az egyik heavy. És úgy lenne célszerű ezeket kinyírni, hogy messze legyenek egymástól. Ha? Szavasz. Észrevette ugye a hullát, de már nem probléma. Ő sem probléma. Még a kutya és az a csávó van hátra. Észrevett az egyik hullát. Még nem feltétlen baj. Na. Um.
Elméletileg nincs több ellenfél, ugye? Ja, nem látok többet. Akkor jók vagyunk. Ja, sehol senki. Hát ez teljesen jó. Tökéletes. Ja. Ennyi. Sehol senki. Ezt így terveztem. Na, jó van. Ez úgy már sokkal jobban ment, mint az előző. Mert itt volt egy nagyon-nagyon jó rálátás az egész területre. Egy sniping spot angolul. Volt egy nagyon jó terület, ahonnan le lehet szedni az emberkéket. Nem mindet, de... Menjünk ki a területről. Így. Ez az. Ez is kész van. Bónusz rúpia. Ó, remek. Na, tessék, már alulról súroljuk a 3 millió pénzt. Tökéletes, tökéletes. Oké. Új mellékküldetés továbbra sincs, ugye? Mi sem láttok újat. Hát gondolom a déli régióban biztos, ott csak nem lesz. Tehát ott... Szerintem ott megcsináltunk tényleg mindent. Nem hiszem, hogy ott lesz majd a... Visszamar... Aha, jó. Tehát úgy állunk, hogy vissza van még három darab sztori küldetés. Ugye az egyik sztori küldetés lesz majd az utolsó erőd. Ugye Pagan erődje. És gondolom, akkor fogjuk megkapni az utolsó két fegyvert, nem tudom, hogy melyik jármű hiányzik, azt még nem tudom. Egy túszmentés, az kész van. Igen, egy divathét misszió és egy túszmentés misszió van hátra a mellékküldetésekből. És szerintem innen fogjuk folytatni a következő részben. Jó, 97,71%-nál járunk. És a következő részben, hát akkor menjünk tovább a sztoriban. És remélhetőleg az utolsó sztori küldetés megkezdése előtt meg tudjuk csinálni ezt a maradék két mellékküldetést, és ha azok meglesznek, akkor megyünk arénázni, és majd azután fejezzük be a sztorit, oké? Okay? Na, köszi szépen a figyelmet, innen folytatjuk. Szevasztok!